Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Restart, egy másodperc. Van egy kötelezőnk, ami kimaradt. Igen. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó. Köszönjük szépen. Tehát a műsor termék megjelenítést tartalmaz, mert hogy lemaradt az elejéről, hiszen azért láthattok néha egy-két terméket itt, illetve beszélek is egy-két dologról, és hogy ne érje szó a ház elejét. Szóval köszöntök mindenkit, informatikai segítség nyújtó műsorunkat látjátok, én a Vendi vagyok, és ma is én leszek az, aki a következő egy órában hát elkalauzol benneteket az informatika témák világába. Rengeteg érdekesség történt a hétvégén, illetve az előző hét vége felé is, meg hát most is, hiszen zajlanak mindenféle kiállítások. Itt van a szeptember, becsöngettek, ugye iskola is van már, illetve a cégeknél is egyre inkább térnek vissza az emberek a nyaralásról. Én még csak most megyek. Na jó, persze nem nyaralni megyek elsősorban, hanem majd dolgozni is, tehát ez egy ilyen munka és pihenés lesz egyben, úgyhogy ettől, vagyis hát gyakorlatilag ezért ugye szerdától, jövő egy szerdáig nem leszek, ezt egy előre mondanám. Azt, hogy a Restart hogy alakul, hogy a Marci tud-e esetleg helyettesíteni, vagy ilyesmi, ezt majd még meglátjuk, majd kitaláljuk, de én biztos nem leszek, úgyhogy be kell, hogy érjétek nélkülem. Na, szóval, de visszatérve az informatikai témákra, rengeteg cikket posztoltak itt nekünk a kedves nézők, ezekből majd én is természetesen mazsolázgatok, meg én is hoztam nektek egy-két olyan dolgot, ami nincs ugyan kiposztolva, de majd érdemes lesz nézni a műsort, hiszen lesz róla szó, többek között arról is, hogy Bruce Willis beperli az Apple-t, képzeljétek el. Tehát, hogyha már ilyen pereskedés van, akkor már a sztárok is beszállnak a történetbe. Illetve lesz szó arról, hogy a Windows 7 már rég lehagyta az XP-t, legalábbis eladások számában, illetve egy-két praktikus tanácsot is fogunk nektek adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjátok úgy a mobiltelefonotokat, hogy ne merüljön olyan gyorsan, jó? Úgyhogy többek között ezekről is szó lesz a mai műsorban. Vannak elérhetőségeink, amiken keresztül várom a telefonokat, hozzászólásokat, telefonszámunk 44513349-es, ezen hívhatok, már valaki hívott is, egy kis türelmet kérek tőle, amíg elmondom a többi elérhetőséget. Is. Skype-on is elértek, tv.fixhd, ez a Skype-os címünk, ide tessék bennünket partnerként jelölni, és már is elérhetőek vagyunk, egy megfelelő mikrofon, fülhallgató, illetve ha egy webkamerájátok is van, akkor videóhívást is lehet felénk kezdeményezni. Aztán van nekünk egy Facebook oldalunk, ugye, ahova várjuk a lájkokat, facebook.com/fixhd még mindig az oldalunk, megújult formában, ugye a Facebook oldalunk is megújult, a csatorna arculat is megújult, a weboldalunk is megújult, úgyhogy tessék lájkolni, tessék nézegetni, tessék véleményt mondani, többeknek tetszik, többeknek nem tetszik, tehát gyakorlatilag ugye ez valahol érthető, meg normális, hát olyat nem tudunk csinálni, ami mindenkinek tetszik, mert valakinek úgyis lesz valami problémája, de hát most ez van, úgyhogy ezt kell, hogy szeressétek, hogy úgy mondjam. Weboldalunkat is érdemes nézegetni, hiszen változatlan módon található rajta egy videótár, ahol visszanézhetőek a műsorok, illetve az élő műsor is elérhető, akár HD minőségben is, ha valaki esetleg a tévén keresztül nem tudná nézni a televíziónkat, akkor a neten keresztül bármikor megteheti ezt, vagy akár mobilon is, m.fixhd.tv ez a cím, ott is lehet nézni az adásunkat okostelefonnal vagy táblagéppel, vagy arra alkalmas készülékkel nézhető az adásunk, és a weboldal, mint mondtam, a videótárból pedig visszanézhető, tehát ha bármelyik adásról lemaradtatok volna, akkor érdemes figyelemmel kísérni a videótárat is, hogy mikor kerülnek fel, folyamatosan kerülnek fel egyébként a műsorok, úgyhogy minden elérhető, ami a televízióban sugárzásra került. Van nyereményjátékunk is, megújult dizájnú bögre, fixes bögre, szó szerint fixes bögre, egy nagy szép lila új logó található rajta, a hátulján pedig a televízió elérhetőség, ezt lehet majd a műsor végén található nyereményjátékban megnyerni. Én ezzel csak most óvatosan bánok, mert most éppen ebből iszom én is, tehát nagy kiöntsem itt a teámat, amit itt adás alatt fogok szürcsölgetni, hogy kapjak levegőt néha. Úgyhogy ennyi gyakorlatilag, vágjunk bele, kezdjük a telefonálónkkal, aztán rengeteg dolgunk van ma még, úgyhogy ma ilyen feszített tempójú lesz az adás. Halló, halló!
Halló, szervusz, Attila vagyok. Szervusz, Attila, parancsolj! Hát nem tudom most milyen téma van, lesz vagy van itt. Hát informatika. Szeretnék tőletek kérni. Igen. Olyan ügyben, nem hallak. Én viszont tökéletesen jó. Olyan ügyben szeretnék kérni tőled szakmai tanácsot, hogy van nekem egy HP laptopom, ami 1,5 gigabyte memóriás. Aha. És jelenleg Windows 7 fut rajta. Igen. Na most én úgy hallottam, hogy a Windows 7 azért elég sok memóriát elvesz a működésével, ebből az 1,5 gigabyte-ból, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ha XP-t rakok föl, akkor könnyebben fog-e futni a gépem. Így sincs nagyon nagy lassúság, tehát nem tapasztalok, csak nekem azt mondták, hogy ha Windows 7, akkor egy kicsivel több memória kéne ahhoz, hogy működjön minden, ez igaz? Határeset, a másfél giga az nagyjából pont az elméleti minimum, amivel normálisan működik, tehát igazából ezzel már lehet normálisan használni egy Windows 7-et is akár, még egy gigával is, de a másfél az már tök jó egyébként, tehát szerintem... Tehát akkor nem szükséges Windows, vagy milyen, XP-re visszamennem. Milyen géped van? Tehát milyen a hardware alatta? Hát dupla magos? 2 GHz-es procim van, 7200, dupla magos, igen. Akkor maradjon a Windows 7. Maradjon a Windows 7 akkor, dupla magos processzorokat jobban használja a Windows 7. Én szerintem nem lenne különbség igazából, ugye az XP egy régebbi rendszer, én nem hinném, hogy gyorsabb lenne. Bizonyos dolgokban lehet, hogy igen, főleg grafikai megjelenítésben, mert ugye a laptopokban nem tudom milyen videókártya van a gépbe, de hogyha... Hát nem valami nagy, de én nem nagyon használom játékra, én netezésre. Nem is csak játékra, hanem ugye a Windows 7-nél már maga az úgynevezett Aero felület, tehát a grafikus megjelenítő felülete is már 3D gyorsított videókártyák, a sokkal dinamikusabb mozgást igényel. Ha egy minimális is van benne, jobban kihasználja a Windows 7. Tehát szerintem maradjon a Windows 7, már csak azért is, mert azért az jóval újabb, tehát nincs baj az XP-vel, csak már egy régi jobb rendszer. Nagyon kicsi a támogatottság hozzá, nem tudom milyen szoftvereket használsz, de a szoftverek nagy része is már Windows 7-re íródik, és célszerűbb, én azt gondolom, hogy a Windows 7-tel jobban jársz, tehát maradjon csak az rajta. Jó, hát akkor nem maximum, ha van egy kis pénzed, esetleg valamikor, akkor esetleg egy memóriát bővíthetsz a laptopba, mert azt egyébként bármikor megteheted, csak nézd meg, hogy milyen a pontos memória, ami benne van. Szerintem ezt a leírásban megtalálod, igen, és igen. Ha olyan memóriát teszel bele, még ezt szerintem te magad is meg tudod csinálni, hogy kicseréled, általában a laptopoknak az alján a memória, illetve a merevlemeznek a cseréje az lehetséges, garanciavesztés nélkül is teszem hozzá, tehát akár még bővítheted is. Igen, és ezzel azért jobb lesz nekem a laptopom, tehát érdemes bővíteni a memóriát? Hát attól függ, mire használod tényleg a gépet. Ha kicsit memóriaigényesebb programokat használsz, vagy mit tudom én, akár böngészésnél is, ha több böngésző van nyitva, stb. Azért van egy kis plusz memória benne, tehát mit tudom én, egy olyan 3 gigára gondolok, tehát mondjuk kétszeresen mostanak, azért akkor egy kicsit dinamikusabb lesz, ez tény. Aha, és még egy kérdés, aztán nem tartal föl az ideget. Igen? Ha én veszek új akkumulátort ehhez a HP-hez, akkor azt tanácsolták, és ez igaz-e, hogy ha hálózati töltőről használom, akkor mindenképpen, ha föl van töltve, vegyem le róla, mert ha állandó töltés alatt van, akkor valószínű, hogy rövidebb lesz az élettartam. Aha, na hát ez az a kérdés, amire nem tudok neked válaszolni, mert mindenki mást mond. Én meg nem tudom, kinek higgyek, tehát én is elég laikusan állok ehhez hozzá. Én úgy gondolom, hogy az újabb laptopoknál, nem tudom, mennyire régi ez a gép, vagy mennyire számít. Hát 3-4 éves már. Aha. Szerintem nem kéne levenni róla, tehát a töltő elektronika úgyis lekapcsolja a töltést. Ja, értem, tehát én nem hiszem, hogy az nincs állandó. Ha föltöltődik, akkor az gyakorlatilag lekapcsolja a töltést. Ergo ugyanúgy, mint hogyha nem lenne rátéve, használja, viszont ha merül, akkor folyamatosan ugye utántölti, ezzel lehetnek gondok. HP-nál én nem tudom, hogy én úgy gondolom, hogy ott nem nagyon van ezzel gond szerintem. Tehát nem hinném, hogy ezzel meghosszabbít az akkumulátornak a működését, ha nem használod. Nem, inkább a rövidítésre gondoltam. Vagyis úgy értem, bocsánat, ilyen hülyeséget beszél, tehát hogy megrövidítenéd a használatát, hogyha folyamatosan rá van téve. Szerintem ez manapság már nem probléma. Régebbi laptopoknál, még a régebbi típusú akkumulátoroknál ez valóban így volt, de szerintem itt nincs. Egy nagyon jó trükk, hogyha ezt kipróbálod, ha így használod sokáig, nézd meg, hogy melegszik az akkumulátor. Ha nem melegszik, akkor nincs gond, mert akkor tuti lekapcsolta a töltőelektronikát. Ha melegszik az aksi, miközben a gép egyébként töltés alatt van, illetve már föl van töltve gyakorlatilag az akkumulátor, akkor viszont állandó töltés alatt van, akkor lehet, hogy le kéne viszont venni róla. Aha.
Jó, hát köszönöm szépen a segítséget. Oké, és nincs mit. Szia, köszi, hogy hívtál. Nos, ha már... Igen. Szia, Krisztián, itt vagy velünk? Jó van. Na, szóval, ha már akkumulátoroknál tartottunk, akkor én bedobnám ezt a hírt, amit itt Misi is posztolt egyébként, méghozzá az akkumulátorok, illetve a mobiltelefonoknál főleg a működési időkről beszéljünk egy picikét. Alapvető elvárás, hogy minél hosszabb ideig használhassuk a telefonunkat egy feltöltéssel, hát ez gondolom mindenkinél így van. Egy iOS-ra és egy Androidra készült alkalmazás frappáns módon segít ebben, méghozzá úgy, hogy megmutatja, milyen alkalmazások fajják az energiát. Egyébként vannak olyan Android fajták például, én arról tudok nyilatkozni, iOS-t annyira nem ismerem, aminél alapból benne van az operációs rendszerben. Tehát meg tudod nézni, mik azok, és mennyit esznek éppen az akkumulátorból, és hány százalékát mi meríti éppen az aksinak. Ezúttal nem holmi technikai beavatkozásról van szó az akkumulátor működési idejébe, hanem az úgynevezett Carrot nevű iOS-es, illetve Androidos alkalmazással kapcsolatban ad tippeket, hogy hogyan növeljük meg a telefonunk működési idejét. Az app felméri, hogy milyen operációs rendszer fut a telefonunkon, és milyen alkalmazások miként használják fel a rendelkezésre álló energiát. Ehhez persze kis időre lesz szükség, így a letöltése után nagyjából egy hétig a háttérben figyel, eközben a fogyasztása szinte nem is érzékelhető, és csak egy idő után szolgál hasznos ötletekkel. A Carrot úgynevezett akkumulátor bugokat és energiafalókat keres, ezeket egyébként disznónak nevezi az application. Az előbbiek azért fogyasztanak túl sok energiát, mert valamilyen kép hibásak, és a törlésük és újra telepítésük általában segíteni szokott. A disznók viszont olyan általában hibátlan alkalmazások, amelyek falják az energiát. Ilyen például a Skype vagy a Pandora. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a Skype van a telefonján és használja rendszeresen, az legyen kedves kijelentkezni belőle. Tehát ne legyen állandóan bejelentkező, mert lezabálja az aksit gyakorlatilag. Ugyanígy a Pandora is, ami ugye, ha jól tudom, az egy talán ilyen zenei szoftver, vagy pont hogy grafikus, nem tudom pontosan, hogy hirtelen melyik, de ismerő. A keret figyelmeztet majd arra, hogyha takarékoskodni akarunk az energiával, hogyan állítsuk le, vagy távolítsuk el ezeket az appokat, de az természetesen ránk van bízva, hogy megfogadjuk a javaslatot, avagy sem. Az alkalmazás ingyenes, mert mint ahogy a fejlesztők állítják, elsősorban tanítani szerették volna, vagy szeretnék a felhasználókat arra, milyen hatással vannak a letöltött alkalmazások a telefonjaik akkumulátorának élettartamára. Úgyhogy Carrot, úgy hívják a szoftver, C-vel, Carrot. És egy ilyen, hát egy ilyen nem tudom, ilyen csillogó répa gyakorlatilag a logója, nem tudom ez mennyire látszik ott mögött, vagy nem látszik, mindegy. Az a lényeg, hogy nézzétek meg, a weboldalon egyébként, a Facebook oldalunkon Misi linkelte be ezt a cikket, olvassátok el, én is így tettem. Na, jöhetnek a kérdések. Itt van velünk Ádám, szia Wendy, hol van? Eltűnt Ádám, ja itt van. Szia Wendy, jó lett az új arculat, köszönjük szépen. Mikor lesz pontosan a sajtó tájékoztató az összes TV szolgáltató, hogy tárgyaljátok, hogy más szolgáltatóknál legyen a csatorna? Köszönöm szépen a rendkívül jó megfogalmazást. Nem tudom, hogy lesz, vagy mi lesz, vagy mikor lesz igazából, ez nem az én reszortom. Én az arculattal bőven eleget foglalkoztam, úgyhogy folyamatosan tárgyalunk a kábel szolgáltatókkal, tehát igazából egy nagyobb sajtótájékoztató ezügyben nem várható, vagy legalábbis én nem tudok róla. Új műsorokkal kapcsolatban meg természetesen majd folyamatosan jelzünk nektek, akár a Facebookon, akár a televízió oldalán egyelőre. A szolgáltatók meg hát folyamatosan, most van ugye ősz, tehát ilyenkor zajlanak a különböző tárgyalások leginkább, tehát most, hogy már mindenki visszajött a nyaralásból általában, úgyhogy a szeptember az főleg ezzel fog nálunk telni, úgyhogy legyetek türelemmel és reménykedjetek, drukkoljatok, szorítsatok nekünk, és persze, mint mondtam már korábban is, úgy tudtok segíteni leginkább, hogyha ti magatok is a kábel szolgáltatótokat fölhívjátok, vagy hát akinél nincs, adnál meg pláne, hogy szeretnétek, hogy a csatornánk felkerüljön a kínálatba, és mindenképpen mondjátok meg ott az ügyfélszolgálatom, vagy akár ha személyesen mentek be, hogy ezt a kérelmet, ezt regisztrálják, tehát mindenképpen vegyék jegyzőkönyvbe, hogy ti ezt kéritek. Jó, mert minél több ilyen kérés van, annál inkább látják a szolgáltatók, hogy van igény a csatornára, és ezáltal is elősegíthetjük, illetve segíthettek nekünk
abban, hogy felkerüljünk a különböző szolgáltató kínálatába. Zsoltival folytatjuk. Szia, Wendy, van egy régi, eredeti Windows XP telepítőm, hogyan lehet majd becserélni a Windows 8-ra? Oké, hát másik kérdés majd privátban. Jó, Zsolti. Windows 8-át, hogyha eredeti, akkor ez egy jó kérdés. Ennek a menetét majd utána fogok én is nézni, de azt hiszem, hogy valószínűleg a Microsoftot kell ez ügyben zaklatni, tehát fel kell írni az ő ingyenes ügyfélszolgálati, vagy kékszámos ügyfélszolgálati telefonszámokat, és ott tudod szerintem ezt megkérdezni, de majd én is utána fogok ezzel, vagy ennek járni egyébként, mert, és egyébként ez a becserélés, ez kicsit hülye hangzik, upgrade-elni lehet, tehát ez nem becserélést jelent, tehát nem kell odaadni a régi XP-t és adjanak cserébe egy Windows 8-at, hanem kapsz egy upgrade-elési lehetőséget, amivel gyakorlatilag azt éred, de hogy akár az XP-t is használhatod, de ha akarod, akkor Windows 8-ra is érvényes licenszt fogsz kapni, ergo, hogyha veszel egy Windows 8-at, akkor a régi licenszeddel azt tudod használni, ezért jóval olcsóbban hozzá fogsz tudni jutni, ennyi gyakorlatilag, de ez nem becserélés, tehát nem üvegvisszaváltó ez, hanem gyakorlatilag, hát jó, hogy nem pénzt kérsz érte, ugye? Nem, tehát ez egy ilyen upgrade licensz, ami ugye olcsóbb, mint hogyha egy teljesen új gyárit vásárolnám. Jó, na, aztán... Rodi kérdezi, hogy tud-e valaki új játékot? Hát én ezt már mondtam egy párszor, hogy én nem tudok, az biztos. Tehát a kedves nézők írnak neked, akkor oké. Egyébként pedig a gamerzone@fixhd.tv és e-mail címre dobjál e-mailt, és majd a srácok válaszolnak neked játékokkal kapcsolatban, vagy a Gamerzone Facebook oldalán is megteheted ezt. Az pedig a facebook.com/gamerzone.fixhd címen érhető el. Abszolút autentikus információban mondom ezt, mert a Geri is itt van, és ha gondolod, telefonálj, és akkor majd telefonon elmondja neked a válaszokat, jó? Vagy Facebookon is írhatsz neki nyugodtan. Aztán, Norbi, a laptopoknál is meg lehet-e nézni részletesen, hogy melyik program vagy alkalmazás mennyit eszik? Nem. Ott másképp működik picikét a történet. Ott ugye egy ilyen összeakkumulátor időt tudsz nézni, vagy tehát az akkumulátor idős összességében látod, meg hát a feladatkezelőben látod igazából azt, hogy a processzorból éppen mennyit eszik egy-egy program. Na most abból megítélve, hogy a processzornak az X fogyasztása, azt meg tudod nézni gyakorlatilag a gyártó weboldalán, hogy mekkora processzoridővel, milyen akkumulátoridő érhető el, annak alapján ki tudod számolgatni. Ott én nem tudok ilyen programról, ami ezt csökkenteni, vagy illetve vannak ilyen aksi kímélő programok, amik ugye visszaveszik a laptopnak a különböző beállításait, tehát a fényerőt, a vinyósebességet, a processzornak a sebességét, ezeket lehet állítgatni ilyen különböző utility-kkel, ezt a laptopod oldalának vagy laptopod gyártójának a weboldalán a utility menüpont alatt találsz valahol általában ilyen programokat, mert hát ez minden laptopnál más. Vannak ilyen univerzális szoftverek, de jobb a gyárit rátenni, és akkor ezzel tudod valamennyire kímélni az akkumulátor idejét, illetve hosszabbítani az akkumulátor idejét, vagy a működési idejét a laptopodnak is. Tehát a fényerő az mindenképp fontos, tehát ha nem használod, vagy nem annyira használod ki, tehát éppen nem nagyon dolgozol rajtok, vedd lejjebb a fényerőt, vagy állítsd, vagy kapcsoljon ki a monitor, automatikusan menjen el pihenni a géped, mint egy 5-10 perc után. Ezeket érdemes beállítgatni, mert akkor kevésbé merül. Ezt egyébként nálam is így van csinálva, sokáig nem nyúlok a géphez, mondjuk azt hiszem nálam ez ilyen 5 percre van állítva, akkor magától le elalszik, nyomok bármilyen gombot, akkor visszajön. Tehát ha bármikor ott hagyom és 5 percnél hosszabb ideig nem nyúlok hozzá, akkor elalszik szépen. Kivéve ha tápon van, ugye a tápról használom itt adásban is, hogy a biztonság kedvéért ne legyen ezzel gond. Ilyenkor, ha tápról megy, akkor természetesen fullosan működik, tehát nincsen semmilyen ilyen időzítés rajta beállítva. Azt hiszem, akkor fél óra múlva azért elmegy pihenni. De hát ugye ez az energiagazdálkodás menüpont alatt beállítható, hogy melyik eszközzel egész pontosan mit csináljon. Oké. Megyünk tovább. A terabájtos vinyóm 52 fokos, az még normális hőmérséklet? Hány foknál van már veszély? Bocsi a megfogalmazás, de kicsit fáradt vagyok. Semmi baj, Ádám. Pihent ki magad szépen. Na, hát 52 fok vinyók esetében az, hát, nem alacsony. De laptop vinyóról van szó, vagy sima vinyóról, vagy külsőről, belsőről, nagyról, piciről? Azért ez nem mindegy, mert mindegyiknek picit más ugye a hőmérséklete, illetve az üzemi gyári hőmérséklete. A legpontosabb információt megint csak azt mondom, hogy a gyártó oldalán kapsz.
Tehát ugye a gyártó oldalára felmész, és akkor ott a különböző leírásokban találsz erről információt, hogy mi az üzemi hőmérséklete normális esetben. Nem olyan vészes az 52 fok, de azért jóval kisebb hőmérsékleteken kéne ennek mennie. Bár teszem hozzá, hogy az ilyen nagyobb vinyók, tehát az ilyen több terrás vinyóknál már nem ritka az 50 fok körüli hőmérséklet, de szerintem ez még bőven belefér, mint üzemi hőmérséklet, ez egyáltalán nem számít melegedésnek, pláne nem még ilyen jó időben. Úgyhogy szerintem ezzel nincs gond, ez még nem veszélyes. A veszély azért 70-80 foknál van egy vinyó esetében, sőt, már lehet egy picit lejjebb is lehet mondani, de mondom, ez függ a teljesítménytől, meg gyártótól is. Vannak olyan gyártók, akiknek egyáltalán nem melegszik a vinyójuk, ilyen 30 fok magasságában van, van, akinél meg alapból az 50 van, tehát ez tényleg sok mindentől függhet. Jó? Melyik szolgáltatóknál vagyunk ott? Hát elég soknál, én most nem fogom felsorolni, de természetesen célunk, hogy mindenhol ott legyünk, úgyhogy tárgyalásban vagyunk a nagyokkal is. Ugye a Digi, mint nagy szolgáltatót ott vagyunk, tehát a top 3 vagy top 5-ben benne vannak, és szinte a nagyon sok kisebb szolgáltató, meg még nagyobbaknál is ott vagyunk, de ha most itt a UPC-re meg a T-re gondolsz, folyamatos tárgyalásban vagyunk velük, úgyhogy nagyon reménykedünk benne. Mondtam, amit az előbb is, tehát hogy tudtok beszélni a szolgáltatóval, ügyfélszolgálaton, és kérelmezni, ha a műsorunk felkerülését, ezzel is segítetek nekünk, hogy ezt tudjátok tenni, amiben segíteni tudtok, mint úgy. Jó, megyünk tovább, Miklóssal folytatjuk. Hello, Wendy, most cseréltem okos telót, egy 4 hüvelykes 1 gigás procis telóra, de az a probléma, hogy amikor nézem a mobilos streameteket, akkor zöldes, sárgás a kép, mitől lehet? Háromféle lejátszóval is próbáltam, de ugyanez a baj. Köszi, üdv! Zöldes, sárgás? Ezt nem teljesen értem, tehát hogy így teljesen zöld meg sárga, vagy csak olyan zöldes, sárgás hatása van, vagy én most nem tudom egész pontosan, hogy mire gondolsz, mint zöldes, sárga, mert de nem tudom. Tehát ugye általában ugye a telefonoknál ez kodek kérdése, ha nincs fönn semmilyen külön program erre, akkor általában ugye az alap média lejátszó szoftver, az ugye hardwareből szokta az MP4-es streameket, az ilyen mobil streameket is kijátszani, az a normális. Ha van fönt valamilyen külön lejátszó szoftver, ami esetlegesen telepít úgynevezett szoftveres kodekeket, azokkal lehetnek problémák, ugye ugyanúgy, mint számítógépen. Hogyha nem jó a kodek, akkor rossz a lejátszás. Ugyanez ma a telefonoknál is, ugye ekkora processzornál, tehát én 1 gigás procinál már simán kijátsz a szoftverből is, nem kell hardveres rásegítés, tehát elvileg normálisan kéne működnie, még ha a telefon procia dolgozik is, mint állat rajta. De hogyha ilyen elmosódott színek vannak, vagy elváltozások, az általában kodek problémának tudható be. Gyári szoftverrel, gyári beállításokkal, hardveres kodekkel ennek nem szabadna elúszkálni különböző színekben, vagy legalábbis én nem tudok róla, majd nézzük már meg, mert aztán lehet, hogy náluk van valami probléma, de én ilyen problémai nem hallottam, hogy zöldes, sárgás a kép, úgyhogy ennyi gyakorlatilag. Alex írja, hogy Skype. Én tök örülök a Skype-nak, csak szeretném, hogyha azon hívnátok és nem írogatnátok, mert ugye arra nem tudok mindig minden esetben figyelni. Úgyhogy aki Skype-on szeretne kommunikálni, az legyen kedves verbálisan vagy vizuálisan megtenni, és ne pedig, hogy hívják ezt, grafikusan. Jó? Jó, megyünk tovább. Ismételten. Everest programmal nézi a hőmérsékletet, Ádám közbe írja. Hát Ádám, az Everest nagyon jó, csak régi. Tehát ugye annak is most már régen Ajda volt, aztán lett Everest, most megint Ajda, tessék az újabb verziót beszerezni. Bár ha mutatja a régi is, akkor igazából az új sem fog szerintem másképp mutatni diagnosztikát a hőmérsékletekről, tehát akár, ha tényleg ennyit mond, akkor ennyi, tehát akkor 52 fokos az a vinyó, de mondom, szerintem az nem gáz, tehát az szerintem az normális. De tessék megnézni a gyártó, tehát a Winchester gyártójának az oldalán erre a típusra rákeresel, megnézed szépen ott, hogy miket írnak róla, ott választ fogsz kapni az üzemi hőmérsékletre is. Normál esetben. Oké? Jó, na, akkor nézzünk egy-két hírt gyorsan. Letartóztatták a Pirate Bay egyik alapítóját. Ugye ezt tudjuk, hogy betiltották azt az oldalt is, mint úgy. És hát gyakorlatilag az alapítóját, illetve a tulajdonosát meg hát körözték egy jó ideje. Letartóztatták az egyik legnépszerűbb fájlcserélő internetes oldal, a Pirate Bay egyik társalapítóját Kambodzsában. A férfira Svédországban a szerzőjogok megsértése miatt 1 év börtön vár, közölték hétfőn a kambodzsai hatóságok.
Gottfried Svartholm Vorgot még csütörtökön tartóztatták le lakásában a kambodzsai fővárosban. Jelenleg Kambodzsában tartjuk fogva, és arra várunk, hogy kiadjuk Svédországnak, mondta el a helyi rendőrségnek az egyik szóvivő. Bár a dél-kelet-ázsiai országok nincs kiadatási egyezménye Svédországgal, már bekérték az ügy részleteit Svédországtól, hogy milyen hamarabb megtörténhessen a kiadatás. A svéd férfit az oldal másik három alapítójával együtt 2009-ben ítélték el, amiért közrejátszottak a szerzői jogok megsértésében azzal, hogy felhasználók millióinak tettek letölthetővé zenéket, filmeket és számítógépes játékokat illegálisan. Az alapítókat egy-egy év börtönre és 3,6 millió dollár pénzbüntetésre ítélték, amelyet a különböző zenei kiadóknak, illetve forgalmazóknak kell majd megfizetni kártérítésképpen. A másik három vádlott börtönbüntetését egy fellebbviteli bíróság később enyhítette, a kártérítés összegét viszont megemelte. Svartholm Vorg azonban nem jelent meg az erről határozó tárgyaláson, mert akkor már Kambodzsában volt. Az alapítók mindvégig tagadták a bűnösségüket, mondván az oldal valójában nem tárol szerzői jogokkal védett adatokat, hanem csupán egy fórum, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók cseréljék ezeket a fájlokat. Ugye ilyen torrent oldalról beszélünk gyakorlatilag, és hát ugye aki ismeri picit a torrent hátterét, az tudhatja, hogy valóban kicsit, hogy is mondjam, tehát sántít az ügy, mert ugye a torrent szerverek azok tényleg csak úgymond linkeket, úgynevezett trackereket tartalmaznak, ugye a különböző szíderekhez gyakorlatilag, tehát a fájlok fizikailag nem ott vannak, a lehetőség van ott, hogy ezeket a fájlokat elérjék, tehát igazából ez meg már jogi kérdés, hogy támadható, ez úgy látszik, hogy igen, legalábbis ebben az esetben sikerült, egy pár esetben meg már azért kaptak emiatt torrent üzemeltetők felmentést, hát itt úgy néz ki, hogy nem erről van szó. Aztán kémprogramok a mobilokon, ugye erről is beszéltünk már egy párszor, egy újabbról van itt szó, brit kémprogram fertőzi a mobilokat, két biztonsági szakértő új bizonyítékot talált arra, hogy a brit Gamma International által forgalmazott legális kémprogramokat a világ legtöbb hatalma használja. Tehát ez ráadásul még beépített kémszoftverről beszélünk. A Google biztonsági kutatója Morgan Marquis Poor és a Berkeley hallgatója Bill Marczak azokat a kémprogramokat vizsgálta, amelyeket bizonyos aktivisták e-mailjeinek csatolmányaiban találtak. Elemzésük során megállapították, hogy a kémprogramok nem csak PC-ket fertőznek, de az okostelefonok széles választékát is, például iOS, Android, BlackBerry, Symbian és Windows 7-es operációs rendszeren rel üzemelő vagy futtató okostelefonokról beszélünk. A kémprogram a mobilokon monitorozza, csak sikerül beszélnem, majd hazaküldi a hívásokat, a GPS pozíciókat, PC-n felveszi a Skype beszélgetéseket, rögzíti a billentyűleütéseket, valamint képes kezelni bármilyen kamerát és mikrofont. Ez azért durva. A felfedezetek alapján a program a FinSpy, Hapci, egészségem, köszönöm. Az úgynevezett FinSpy egy kereskedelmi szoftver, amelyet országoknak adnak el rendőrségi nyomozásokhoz. A FinSpy-t a német Gamma Group fejlesztette ki, Angliában pedig Gamma International nevű leányvállalata fejleszti. A cég a Bloombergnek tagadta, hogy bárhelynek adták volna a programot, állítólag az egy lopott változat. Általában nem beszélünk a klienseinkről, azonban ebben az esetben annyit mondhatunk, hogy a Gamma sosem adott el terméket bárhelynek. Valószínűleg nem telepített rendszerről volt szó, hanem egy régi FinSpy demo verzióról fogalmazott a cég a közleményében. A Rapid 7 párhuzamos kutatása irányító szervereket talált a kémprogramhoz Indonéziában, Ausztráliában, Katarban, Etiópiában, Csehországban, Észtországban, Mongóliában, Litvániában és az Arab Emirátusokban, valamint egyet az Egyesült Államokban is, amelyen az Amazon AC2 felhő megoldásán futott. Már hogy ezek a kémprogramok ezeken a szervereken, például az Amazonon is futottak. Kevesebb mint 24 órával a kutatás publikálás után a szervereket
szerverekből többet is lekapcsoltak. Vajon miért? A Gamma tavaly került a figyelem központjába, amikor a cégektől származó dokumentumokat találtak egy egyiptomi biztonsági erővezetőinél, amikor a tüntetők átkutatták őket Mubarak bukása után. Ezek alapján az egyiptomi kormány 5 hónapra vásárolt licenszet 278.000 euróért. A Gamma tagadta a vádakat. Ilyen durva már, nem? Tehát, hogy kémprogramokat fejlesztenek kormányok számára, tehát ez azért ilyen elég durva, és ez ugye fönn van a különböző operációs rendszerek hátterében is akár, és nem is tudjuk, mit futnak a telefonjainkon, ugye, vagy a különböző számítógépes programjaink hátterében. Hát azért ez durva, úgyhogy mindenki figyeljen oda, aztán lehet újra az összeesküvés elméletekben hinni. Jól van! Megyünk tovább, kérem szépen. Na, itt van velünk Zsolti. Skype-on keresztül. Szevasz, Zsolti! Hát én nagyon várok. Na, mobil Skype mi? Hát igen, csak ha megfordítod, akkor fejjel lefelé leszel, de te bajod, barátom. Na jó. És erre leteszi. Jó van, Zsolti. Okés. Na, megyünk tovább. Megyünk tovább, mint mondtam, refreshelek szépen egyet a Facebookon. Jó, gyönyörű, imádom a Skype-ot, amikor belassítja a számítógépet, és lefagy tőle az egész, ugyebár. Itt van velünk Tamás is, szia Wendy, szép napot nektek, köszönjük neked is, Tamás. Szintén az Ajda ingyenese, van ingyenes változata, de egyébként fizetős is van belőle. Aztán Pro-nak hívják azt a verziót. Milyen programmal tudnék játékból felvenni részleteket Windows 7 alatt, kérdezi Csabi. Hát én mindig a Fraps-et tudom javasolni, nem tudom, van-e jobb, újabb, Gergő? Tudsz valamiért? Számítógépes képernyőt játék közben felvenni. Ez a Fraps, nem? Még mindig. GameCam nevű szoftver is erre alkalmas állítólag. Hát körbe kell nézni különböző szoftver letöltő oldalakon, van egy pár ilyen még. Hát melyik hogyan működik, ugye, milyen kodeket használ, mennyire erős a géped, ugye az is fontos, tehát azért egy játékot futtatni jó minősége, plusz még ezt lerögzíteni videóra, és hát azért kell rá egy izmos gép, úgyhogy erre tessék felkészülni mindenképpen. Hát vagy igen, vagy odafordítod a kamerát és felveszed, ugye ez a legegyszerűbb, ott aztán nincs hardveres behatás, mint úgy. Na, képzeljétek el, csak hogy hova fejlődik a világ. Olajhűtésű szervereket tesztel az Intel. Olajhűtés. Tehát ugye olajfűtésről már hallottunk. Ez most olajhűtés. Tesztelte az immerziós olajhűtést az Intel saját adatközpontjaiban is használná az innovatív hűtési technológiát. A technológia kiállta a próbát, de a széleskörű elterjedéséhez optimalizált szerverekre is szükség lesz. Olajmerüléses hűtési technológiát tesztel az Intel. A chipgyártó egy éven keresztül üzemeltetett néhány szervert a Green Revolution Cooling ásványi olajat használó hűtési technológiáját használva, az eredményekről pedig igen elismerően nyilatkozott. A szkeptikusok számára meggyőző lehet, hogy az egy éves merülésből kiemelt szervereket az Intel igen alapos tesztelésnek vetette alá, a rendszereken azonban semmilyen fizikai elváltozás nem sikerült kimutatni. Mike Patterson, az Intel hűtéssel és energiaellátással foglalkozó főmérnöke szerint sem a terhelési tesztek, sem a tüzetes átvizsgálás nem mutatott ki állagmódosulást. Az Intel természetesen nem tervezi adatközpontjait azonnal átalakítani az olajhűtésre, de a következő generációs adatközpontok építéséhez már megkezdte az alternatív technológiák tesztelését. Az Intel egyedi pozíciójánál fogva ráadásul nem csak a technológia felhasználói oldaláról képes szemlélni az olajhűtést, de mint a szervergyártók egyik legfontosabb beszállítója, belelát a partnerek jövőbeni terveibe is, és velük együttműködve tehet a technológia elterjedéséért. Ennek megfelelően az olajhűtés első felhasználói valószínűleg a HPC területéről kerülnek majd ki. Ebben a szegmensben az energia költsége jóval nagyobb terhet jelent a felhasználó szervezeteknek, mint a kereskedelmi workloadok alatt, ahol a szoftver és a konzultáció dominálja az élettartamra vetített kiadásokat. A kérdés úgy vetődik föl, hogy azonos fogyasztás mellett jóval nagyobb teljesítményt kapnak, ezek a felhasználók gyorsan ugrani fognak a lehetőségre. Itt tudunk mutatni egy fényképet magáról erről a technológiáról, hogy hogy merítik el gyakorlatilag a szervereket ebben a bizonyos olajban.
ami ugye hűtésre szolgál. Egyébként milyen érdekes, nem? Tehát gyakorlatilag fogják és alá merítik a gépeket, ezáltal is ugye hűtve őket. Hát gondolom valamilyen megfelelő szigetelés van, hogy ne folyjon be az olaj a gépbe. Tehát valami, hát hogy szellőzik, szerintem ennek nem kell szellőzés akkor, hogyha alapból valami hűtött megoldás van. Ilyenkor szokták mondani, ugye, csak azt én nem mondhatom itt kiadásba, hogy a se tudja, ugye? Tehát, hogy működik pontosan, de hát ennek utána lehet nézni. Hát az előnyeiről tudunk egy-két dolgot mondani. Az olajhűtés előnyei így ténylegesen egybevágnak az Intel érdekeivel, ahogy Patterson meg is fogalmazta, a szerver vásárló költség kereteit az energia ára határozza meg, amikor a cégnek érdekében áll mindent elkövetni, hogy a keretet inkább számítási kapacitásra és ne a kiegészítő rendszerekre költsék el, vagyis több processzort, nagyobb teljesítményt vásárolhatnak, elérhető, tehát, vagyis érthető, tehát az Intel lelkesedése, tehát nem a hűtéssel kell foglalkozni, meg ugye a fenntartással, mint úgy, hanem nyugodtan foglalkozhatnak a kapacitással, a hűtést azt már megoldották. Hát egy videói részlet is van itt igazából, ahol beletekintek, hogy működik első körben. Hát meg tudjuk mutatni akár a nézőknek is, bár ugyanazt látjuk majdnem, mint a képeken, csak ugye fodrozódik picit, tehát nem tudom, ez mennyire látszik, azért látszik. Tehát tényleg ilyen olajplatiniba futnak, vagyis mennek ott a gépek gyakorlatilag. Érdekes. Jól van. Köszönjük szépen. Így néz ki a történet, tehát ez is egy új technológia. Már sokféle hűtési technológia van amúgy, úgyhogy már csak a legköltséghatékonyabbat kell kitalálni. Na, aztán képzeljétek el, hát egy statisztika igazából a tévézési szokásainkról, illetve hát az internetezés és tévézési szokásainkról ragaszkodnak a tévézők a kábelükhöz. Fokozatosan, de még mindig visszafogott ütemben nő a magyarországi kábeltévés háztartások digitális penetrációja, amiből leginkább a vezetékes szolgáltatók profitálnak. Lassan, de biztosan nő a hazai háztartások digitális tévé penetrációja, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság havonta közreadott tévépiaci gyors jelentéséből. A legnépszerűbb tévés platform Magyarországon a statisztikák szerint még mindig az analóg kábel tévé. Aki erről a technológiáról vált digitálisra, az rendszerint marad valamilyen kábeles technológiánál, IPTV-nél vagy digitális kábelnél. A digitális szolgáltatások terjedésének ezúttal azonban a nyári sportesemények sem adtak különösebb löketet. Az NMH statisztikai szerint idén júliusban a gyors jelentésben szereplő szolgáltatók előfizetőinek 61,4%-a vett igényben valamilyen fizetős digitális szolgáltatást. A digitális előfizetéseken belül júliusban 759 ezerről 770 ezerre nőtt a kábeltelevízióra vagy az IPTV-re előfizetők száma. A műholdas szolgáltatást 925 ezeren vették igénybe, míg a Mindig TV extra szolgáltatását pedig közel 68 ezer előfizető élvezhette a hónap végén legalábbis. Tehát most is élvezheti, csak ez egy hónap végéi eredmény. Az előfizetéseken belül a különböző digitális platformok és az analóg kábel tévé arányának változása az elmúlt évben egyértelműen azt a trendet vetíti előre, hogy az ügyfelek az analóg kábel tévét többnyire digitális kábel tévére vagy IPTV-re cserélik le. Míg a legnagyobb szolgáltatóknál tavaly júliusban az összes előfizetésen belül csupán 22,7% volt az említett két technológia aránya összesen, addig a múlt hónapban 26,8%-ra nőtt ez az arány, miközben a vezeték nélküli digitális technológiák részesedése ennél jóval kisebb mértékben 33,7-ről 34,6%-ra nőtt. A szolgáltató piaci részaránya nem változott számottevően az elmúlt időszakban, így a UPC továbbra is vezeti a teljes tévépiacot 26,6%-os részesedéssel, illetve a vezetékes szolgáltatások piacán egyaránt 28,1%-kal, a vezeték nélküli műsor szolgáltatások mezőnyében pedig toronymagasan 38,4%-kal a Digi áll az élen. A statisztikákból az is jól látszik, hogy a nagy nyári sportesemények
lásd labdarúgó EB vagy az olimpia, nem lendítették meg különösképpen a digitalizáció folyamatát, de a jelek szerint egyelőre az Antenna Hungária számára sem hozott áttörést, az az átfogó reklámkampány, amelyet a köztévé csatornáin futtatott még a nyár elején. Ugye itt a 3D-s társairól beszélünk, nem tudom hányan figyelték vagy nézték 3D-ben az olimpiát például, de hát egyelőre olyan szinten nem kiforrott ugye ez a technológia, hogy tényleg csak idéglenes adás volt, tehát az úgynevezett M3D csatorna, az úgy körülbelül az olimpia idejére, meg az EB végére volt ténylegesen beállítva, azt le is kapcsolták úgy, ahogy van, mert hát ugye se tartalom nincs, se igény, tehát pár száz, vagy ne adj Isten, pár ezer előfizető jelvezhet, illetve nem is kellett rá előfizetni igazából, mert hát ingyenesen lehetett ugye fogni, de hát annyira nincs még kiforva sem a technológia, tehát a technológia már ki van, csak annyira nincs még erre igény, hogy tehát ezért feles, ahhoz kicsit drága egy ilyet üzemeltetni, még ilyen jellegű tartalmakat vásárolni vagy gyártani, hogy megéri egy ilyen 3D-s televíziós csatornát fenntartani. Nyugaton ez már megy, idővel nálunk is valószínűleg, ha csak nem jön be valami teljesen új. Szerintem egyébként az lesz majd, úgyhogy nem véletlenül nem erőltetik ezt ennyire. Na, megyünk tovább, még mindig van időnk, úgyhogy tessék nyugodtan kérdezni. Csodás otthon kérdezi tőlünk. Szia, Wendy, Windows 7-tel akarok kiírni filmet. Milyen formátumban írja, hogy a házi mozi is lejátsza? Nincs fent külön program, vagy esetleg tudsz ajánlani ingyenes progit, ami magyar nyelvű, előre is köszi. Hát többféleképpen megoldhatod, általában a mai házi mozik, illetve meg kell nézni, mit tud a házi mozi, milyen formátumokat tud lejátszani. Ugye, hát manapság már gyakorlatilag ugye a legtöbb média lejátszó, vagy DVD lejátszó, vagy nagyon is Blu-ray lejátszó, már tudja az úgynevezett MPEG-4-es formátumot, X-videt, DivX-et, stb. Ami ugye arra jó, hogy egy megadott DVD filmet mondjuk lerippelve és betömörítve mondjuk egy másik formátumba, egy lemezen akár több filmet is simán tudsz tárolni. Tehát igazából helytakarékossági okokból lehet fontos, meg ugye hát ugye biztonsági másolatként. Tehát nem az internetről letöltjük, azt kiírjuk, aztán jók vagyunk. Ugye, mint hogy a legtöbben, ez csak és kizárólag biztonsági másolatként, de ugye helytakarékossági szempontból, tehát ezeknek a tömörítések, ugye az MPEG 4, stb. Az olyan szintű tömörítést tud már eszközölni az adatokon, hogy gyakorlatilag ugye tized annyi helyet foglal, mint mondjuk egy DVD film. Tehát még mondjuk 4 gigás DVD-t lerippelsz, és megcsinálod viszonylag normális minőségbe, akár mint egy 800 mega, vagy akár mondjuk 1 gigára, akkor már nagyon jó minőségű, tehát akkor is a negyede gyakorlatilag, ahol elfér. És hát ezek a lejátszók manapság ezeket le tudják játszani, tehát lehet, hogy ilyenre lenne célszerű neked is kiírni, ha már írni szeretne, hogy most milyen programmal tudod ezt megtenni. Hát mindenképpen valami DVD író megoldás kell, tehát ugye az alap beépített DVD író az nem képes sajnos az ilyen módú filmeket lejátszani. Adatként, ha kiírod, tehát mondjuk valamilyen konvertáló szoftverrel lerippeled a DVD-t, és abból csinálsz egy bizonyos formátumot, akár zeni videókonverter, vagy valamilyen ilyen szoftverrel meg tudod tenni, ugye, amikről már beszéltünk, és ezeket adatként kiírod, azt megcsinálja Windows 7 is, de ha magát a konvertálási folyamatot is egybe akarod ezt csinálni, akkor valamilyen Nero vagy Nero Vision kell hozzá mindenképpen, ami ezt egybe megoldja, de hát ugye ezek fizető szoftverek, úgyhogy ingyenesbe csak úgy tudod megoldani, a konvertálsz valamilyen ingyenes szoftverrel, és akkor a Windows 7-en belül viszont kiírod, az már működik, hogy adatként kiteszed rá. Jó. Péter írja, hogy a tiszta olaj nem vezeti az áramot, sőt pont inkább szigetel, nyugodtan ázhat benne az egész cucc. Van benne igazság, bár én nem értek annyira fizikához, mindig is rossz voltam fizikából, de az tény, hogy az olaj az ilyen szinten nem vezeti az áramot. Tamás is a Frapset javasolja itt még mindig egyébként a különböző játékok felvételéhez, vagy hát bármilyen képernyő felvételhez, mert még mindig az a legjobb erre a célra. Igen, én is így tudom egyébként, nem véletlenül szoktam ezt mondani, bár én bevallom őszintén sosem használtam a Frapset, még csak kipróbálás jelleggel sem, csak többen is ezt javasolták még régen, aztán bennem is ez maradt meg, mint úgy. Na, nézzük, hogy mi a helyzet. Hol olvastam én azt, amit akartam nektek mondani, egy kicsit vicces volt.
csak most meg nem találom. Hát ez mindig így van. Ha keresek valamit, akkor nem találom. Mindjárt meg lesz. Na, megvan. Bruce Willis fontolgatja, hogy beperli az Apple-t. Képzeljétek el. Kedvenc McLean ügynökünknek nem tetszik, hogy az iTunes-on vásárolt zenéit nem hagyhatja a gyermekeire. Bruce Willis azt tervezi beperli az Apple-t, mivel a vállalat felhasználói szerződése nem ad neki arra lehetőséget, hogy a cég online boltjából, az iTunes Store-ból megvásárolt zenéit ráhagyja a gyermekeire, írja a Blit Tabloid, a Daily Mail. A bulvárlap, persze bulvárhír, tehát az, hogy ez most igaz-e vagy sem, ezt ugye mindenki döntse el saját maga. A bulvárlap hozta le a hírt, hogy a hollywoodi sztár miatt bulvár tartalom elsőre. Ám ez nem messze nincs így, és akár maga a nagy McLean fedezte fel a problémát, akár figyelmeztették rá, nagyon komoly következményei lehetnek. A technológia újdonsága miatt eddig még csak elvétve, különösebb sajtóvisszhang nélkül foglalkoztak azzal, hogy mi is a helyzet az online módon megvásárolt tartalmak tulajdonjogi viszonyával. Így a Bruce Willis pert indít, annak az angol szász világban a precedens jog miatt óriási hatása lehet. A Daily Mail megírja, hogy a zenészként legalább akkora sztár színészt az zavarja, hogy a szerződésében az szerepel, hogy amikor ő zenét vesz az iTunes-ból, akkor a licensz feltételek szerint valójában csak kölcsönöz, maga a tartalom nem ruházódik át rá. Márpedig ő több ezer dollárt költött az iPodra letölthető zenékre, és ezeket szeretné átadni majd lányainak. A híradás szerint két lehetőséget fontolgat most, az egyik szerint felkér egy jogászcsapatot, hogy oldják meg a zenék családbirtoklását, a másik megoldás pedig az lehet, hogy beszáll támogatóként egy eljárásba, amely 5 amerikai tagállam indított az Apple ellen. Ennek keretében több jogosultságot szeretnének elérni a cég zenevásárló ügyfelei számára, amivel szerintük a vállalat visszajelve helyzetével töménytelen korlátozásokkal csorbítja a felhasználók jogait. Amennyiben a nemrég meghirdetett európai döntésre gondolunk, amely szerint a számítógépes programok esetében a terjesztési jog kimerül az online eladott szoftvereknél is, vagyis azok tulajdonába kerülnek, így átruházhatóak, akkor ezzel, illetve a megvásárolt CD-kkel, DVD-kkel analóg módon van esély arra, hogy kimondják, az Apple nem korlátozhatja az átruházhatóságot. Egy ilyen perben Bruce Willis népszerűsége okán igen sokat nyomhat a mérleg egyik serpenyőjébe. Ugye? Tehát mindig vannak jogi kiskapuk egyébként, vagy hát nem kiskapu, hanem igazából jogi aggályok itt bizonyos területeken. És hát például ez is egy ilyen, nem? Úgyhogy itt található egyébként a cikkben, az IT Café-n van egyébként ez a cikk, akit érdekel, olvassa el, és ha valaki még nem látta Bruce Willis-t énekelni, akkor itt van egy videó is róla. Hát ezt még most nem fogjuk megmutatni, mert ez nem az a műsor, de láthatja, aki elolvassa a cikket, a videót is megnézheti. Na! Ezt akartam nektek mondani. Gyorsan visszanézek még, hogy mi a helyzet a Facebookon, mert még van tarsolyva egy-két cikk, ha esetleg nincs kérdés. Katona Karcsi kérdezi, hogy szia Wendy, az volna a kérdésem, Androidra kell-e vírusírtó? Hát alapvetően nem kell, ugye sehova nem kell vírusírtó, nem árt, de az Androidra nem muszáj. Azért röppennek fel itt mindenféle hírek, ugye a mobiltelefonokon is terjednek a vírusok, meg stb. Lehet, de ugye itt is arról beszélgetünk, amit már 5000 éve mondok, és a PC-k esetében is tök igaz. Ha nem használsz olyan szoftvert, amivel nem lett gondod, tehát mit én nem megbízhatatlan helyről töltöd le, stb. Hanem tényleges a Markitról, akkor nem valószínű, hogy vagy Markitról, de Google Play-ről ugye, akkor nem valószínű, hogy ott abból bármiféle probléma is lehet. Na most, hogyha adatokat másolgatsz ide-oda, és a telefonodat, mint hordozó használod, akkor ugye azon kívül, hogy az Androidon nem sok kárt tud tenni valószínűleg, mert általában ugye magán a mobil operációs rendszeren nem lehet mint úgy kárt tenni, de az adatok lehetnek vírusosak. Tehát mint egy e-mail, amiben van egy vírus, azt megnyitod a telefonodon, attól még nem lesz vírusos a telefonod valószínűleg, bár lehet, hogy vannak ilyen vírusok is már.
Viszont ha lementesz egy adatot, akkor gyakorlatilag, ha azt utána fölmásolod egy PC-re, és az adat az vírusos volt, akkor gyakorlatilag átadod a telefonról a PC-re a vírust, mint úgy. Úgyhogy vagy a PC-n, vagy a telefonodon legyen vírusírtó, azért szokták ilyen alternatív megoldásként a mobilra tehető, vagy mobilra is telepíthető vírusírtókat javasolni, mert akkor már a mobil megfogja és kiszűri, hogy vírusos-e az adott állomány, vagy fájl, amit másolsz, vagy hordozol, mielőtt felkerülne ugye a PC-re. Ezzel megint csak egy gond van egyébként, és én ezért nem fogok telepíteni vírusírtót a telefonomra, bármennyire is hangzik praktikusnak. Akkumulátoridő. Ugye itt beszéltük, hogy milyen dolgok fogyasszák itt a telefont egyébként is feleslegesen. Na most egy vírusírtó szerinted mennyire húznál az aksit, hogy állandóan figyelni, hogy van-e vírus? Akár másolsz rá valamit, akár nem. Tehát én azt gondolom, hogy a mobiltelefonra, illetve az okostelefonra nem való vírusírtó, bár megoldható, és még akár hasznos is lehet, de szerintem tök fölösleges. Mondom, ez a saját véleményem, ettől függetlenül bárki telepíthet rá, van rá lehetőség, csak én úgy gondolom, hogy felesleges, mint úgy. Jó, Csabával folytatjuk, ha minden igaz, itt van velünk Skype-on. Szevasz, Csaba! Halló, szia! Szia, parancsolj! Egy kérdésem lenne, hogy Windows 7-en van, és lefrissülni rá egy-két biztonsági mentés, és a Windows, vagy az Explorer 9, hogy az miért lehet? Service Pack fönn van rajta? Service Pack 1-es? Frissítgeti magát, az nem nincsen. Csak ez a dolognak a... Értem. Hát ez egy jó kérdés, mert ugye alapvetően föl kéne, hogy menjen. Milyen hibát ír ki, vagy milyen okból nem megy föl? Tehát mit látsz? Valami hibát csak kidob? Csak szintén annyit ír ki, hogy hiba törünk az alkalmazás frissítésekor, és ennyi. Hát figyelj! Csak ennél a kettőnél. Aha. Hát amit javasolni tudok így első körben, hogy próbáld meg ezeket a frissítéseket letörölni. Tehát ha már letöltötte, akkor ezeket letörölni, és próbáld meg még egyszer letölteni. Lehet, hogy hibás a letöltés, vagy valami ilyesmi, és ezért lehet vele gond. Azért kérdeztem a Service Packet, mert ugye a Service Pack 1 az újabb ilyen frissítésekhez már szükséges. Ha az nincs fönt, akkor elképzelhető, hogy amiatt nem megy fel egy pár biztonsági frissítés. Mindent lefrissített ideig, csak ezt a kettőt nem van, hogy két biztonsági frissítés, meg az Explorer 9. Aha. És ezeket valahogy nem akarja. Értem. Mindent, amikor frissíted, akkor minden programot kikapcsolsz? Tehát nem fut semmi a háttérbe? Böngésző, ilyesmi? Hát maximum filmezni szoktam közben, hogy hadd dolgozzon ugye a háttérbe. Jó, amit még tudok javasolni, hogy indítsd újra a gépet, ha tudod, akkor lehet, hogy csökkentett módba, és úgy próbáld meg feltenni rá. Nem jó, tudok más, jó, mert lehet, hogy használja valami azokat a programokat éppen, vagy azokat az állományokat, amiket éppen frissíteni akar, és lehet, hogy azért dob ki hibát, mert nem tud hozzáférni valamilyen. Jó? A másik, hogy rendszergazdaként tedd. Nem tudom, hogy rendszergazdaként használod a gépedet. Rendszergazda vagyok, csak én használom, én telepít. Vagy én húzom újra a gépet, úgyhogy csak én vagyok rajta. Értem. Jó. Mert ezekre tudok így hirtelen gondolni, más így nem jut nekem sem eszembe. Ha valaki találkozott hasonlóval, akkor természetesen várjuk, hogy szóljon ő is hozzá. Jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Oké, hello, szia. Nos, Norbi is hívott az előbb, Norbi most csörögél vissza, mert most már szabad a vonal, hogy úgy mondjam. És még van egy pár percünk, úgyhogy nagyon gyorsan. Tessék, játszunk is mindjárt, csak keresem a játékot igazából, hogy milyen kérdést tegyek föl nektek. Azt hiszem, hogy tudom már, hogy milyen kérdést fogok föltenni. Igen. Körülbelüli számokat kérek szépen azzal kapcsolatban, hogy hány digitális előfizető volt július végén Magyarországon, tehát hányan néznek digitális televíziót, körülbelüli számot szeretnék kérni. 44, 51, 3, 49, fixes bögre, új fixes bögre a nyereményünk a fényképesajándéktárgyak.hu felajánlásából. Tehát hány digitális előfizető van Magyarországon, illetve július végén bezárólag nagyjából hány digitális előfizető volt, van, mint úgy. Jó? Adjuk össze, ne felejtsük el, mert itt a számok azért csalókák. Jó? Van is telefonunk? Halló, telefonálunk. Halló! Szervusz, parancsolj! Üdvözlöm a nézőket, szervusz! Én is üdvözlöm! Na, hány digitális előfizetőnk volt?
Hát én úgy tippelem, hogy a 35-38%. 30%? Mert ugye én számot kérdeztem igazából, annál kicsikét több, ha már százalékról is beszélünk, akkor azért kicsit menjünk ott följebb. Mondjuk úgy majdnem kétszer ennyi. Na? Aha. Hát olyan, akkor nem tudom, 70 körüli. Az meg kicsikét sok. Adjuk át másnak a lehetőséget, jó? Ne haragudj, csak tényleg, tehát ezért nagyjából pontosabban kéne tudni. Aha, ráadásul jó, előfizetői ennek. Számba, jó? Köszönöm, hogy hívtál, azért próbálkozz máskor is. Okay. Gyorsan még várok egy telefonálót, 44-51-349, tehát hány digitális előfizető, digitális tévénéző van Magyarországon, digitális előfizetés. Itt most ugye gondoljunk a kábel tévé és a műholdra is, tehát ott tessék összeadni, a külön-külön megmondjátok, az is jó. Vagy ha már valaki százalékban szeretné megmondani, akkor is, akkor meg legalább közelítsünk az értékhez. Jó? Volt erről szó, meg nagyon gyorsan utána lehet egyébként nézni. Halló, halló! Halló! Jó, Vendi, Tamás vagyok. Szervusz, Tamás! Na, hány előfizető, digitális előfizető 759.000-770.000-re nőtt a digitális. Kábel 61,4. Így van, de ez a kábel tévé, ugye, és ehhez még jön a műhold. Azt még adjuk hozzá, mennyi a műhold? Na, az kicsit több egyébként. Tehát még mindig többen néznek vicces egyébként, mert többen néznek digitálisan műholdas adást, mint kábelen. Na? Hát nem tudom, akkor 61,4. Jó, de elfogadom egyébként. Nagyjából 925 ezer környékén van a digitális kábel, vagy a digitális műholdazók aránya. A kettőt összeadjuk, ugye, tehát a 770-et meg a 925-et, akkor ugye nagyjából 1,7 millió digitális előfizető van, ez azt jelenti. Tehát az annyit jelenti, hogy az összes tévéző arányában ugye 61,4%-ban digitálisan tévéznek az emberek, de közel távol azért jó volt a megfejtésed, úgyhogy tiéd a bögre, jó? Jó, köszönöm szépen. Ne tedd le a telefon, Krisztián fölírja az adatokat. Én pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már a Restart, holnap még találkozunk, úgyhogy érdemes lesz nézni mennünket, 5 és 6 között újra Restarttal jövök. Jó pihenést, sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándéktárgyak.hu